Jól bevált helyszínen az olimpiai sportcsarnokban zajlott az érmeosztás. Az utolsó alkalommal több mint 800-an regisztráltak. Én már 73 éve Győrbe élek, és én nagyon örülök ennek, hogy a 18 éven alattiaknak lehetett, vagy 18 éven fölöttieknek, nem is tudom, hogy indult ez a kamp, és hogy most már lehet nekünk is, tehát a 65 éven felülieknek. Én nagyon örülök neki. És akkor az utolsó pillanatban sikerült elcsípni. Pontosan. Én nem is tudtam eddig erről. Én nem is tudtam, most olvastam az interneten, meg a Győr Plusz újságba. Győr regnáló polgármesterének ötlete volt létrehozni a 750-es érmét. Minden a jubileumi emlékévben kezdődött. 2021-ben volt az, hogy a 750 éves királyi várossá válásnak az évfordulóját ünnepeltük, és a Nemzeti Bank kibocsátott a kérésünkre egy olyan 750 forintost, ami közforgalomban is használható, és úgy döntöttem, hogy, és a kollégám is úgy látták, hogy ezt legjobb helyen a győri polgároknál van, ezért vásároltunk belőle elég sokat, és a készlet erejét, hogy tudjuk biztosítani, először a fiataloknak, a legfiatalabbaknak adtuk, tehát a 20 év alattiaknak, utána a legidősebbnek, most pedig minden győri polgár igényelhette. Nagyon népszerű egyébként, hiszen egy unikum Magyarországon, ilyen nem volt, hogy 750 forintos, ezt mi vezettük be, ezt a címletet tulajdonképpen, és kicsik, nagyok, fiatalok, idősek jönnek és örülnek neki, hiszen ez egy olyan egyedi dolog, ami hát nincs csak a győrieknek. És ez is kicsit a győri közösséget próbálja erősíteni, azt az identitást, hogy mi győriek, hogyha a világ bármely tájára eljutunk, azért mindenkinél ott lehet ez a 750 forintos, és akkor azért az emlékek azért előjönnek. Nagyon szépek az érmék, úgyhogy nagyon ajánlottam a barátaimnak is, hogy regisztráljanak és vegyék át. Bonyolult volt regisztrálni, hozzájutni? Nem, egyszerű volt. Csak mi a 12-ét elpasszoltuk, és azért utólagosan veszük most át. Nagyon jónak tartom, és mindenképpen szerettem volna én is. Úgyhogy igazából még annyira nem láttam, hogy most láttam először, úgyhogy nem tudom annyira véleményt mondani róla, de... Jókor az utolsó pillanatban jött el. Azt tudja, hogy ez az utolsó alkalom valószínűleg az érmeosztásra? Nem, azt nem tudtam. Akkor most időben elcsípte. Egy szórólapon láttam, hogy még lehet igényelni. Nagyon örülök neki, úgyhogy először meglepődtem, hogy csak a gyerekek kapják, és örültem, hogy végül is az összes győri idősek, fiatalok, mindenki hozzájuthat. Azért volt lehetőség hozzájutni, igaz? Persze, igen, úgyhogy sikerült. Az elmúlt 3 évben több ezre jutottak a győri forinthoz, amely az országban bárhol használható, mivel hivatalos fizetőeszköz.